ez a más -e eleve túl nagy, Ez a helyet. Buvári Tamás 20 éve rendez filmeket, a kiélezett helyzetek tragikus sorsok érdeklik. A Tüneményes utazás munkacímű filmet a Balatonnál Füreden forgatja. A film egy családról szól, anya-apa-fiú története, akik egy vírushelyzetben próbálják helyrehozni az életüket. A 15 éves fiú a Balatonnál született, ezért térnek vissza újra ide egy különös utazási iroda segítségével van egy utazási iroda, tüneményes utazás a nevük, egy furcsa alternatív gyógymódot találnak elne, arra, hogy az embereket, akik szeretnének ezen részt venni, tehát meggyógyulni, hát jól kikérdezik, feltérképezik őket pszichológiailag, egyéb módokon, és akkor megpróbálnak rájönni, hogy mi lehet a baj, miért nem működhetnek a kapcsolat. És akkor elküldik őket egy utazásra, ahol különböző Félig megrendezett, meg egyéb ö, dolgok történnek velük, kalandok, és akkor ezen kell, hogy keresztül menjenek. Illetve, ami még fontos eleme, hogy óvat, ó, óhatatlanul, ö, akik ezen részt vennek, elkezdenek egymásra jobban odafigyelni. És itt a kulcs, hogy jobban odafigyelni, beszélgetni olyan dolgokra, amik titkok voltak eddig a családon belül, vagy nem voltak megbeszélve, nem voltak értelmezhetőek, hogy miért úgy történtek. Vagy, és, tehát, hogy ezek feltárásra kerülnek. A Veszprémben filmes alkotóműhelyt vezető, bándon élő rendező kerülni kívánja a balatoni közhelyeket, ugyanakkor nem bánja, ha a Balaton annyira szép a filmben, mintha egy képes lap lenne. Ahhoz képest, hogy egy ilyen vizuális lehetőség a Balaton minden évszakban, ahhoz képest ez kiaknázatlan. Tehát én, én nagy Balaton fenn vagyok és imádó, nekünk 1970 óta van nyaralunk, a Lellén a déli parton. Tehát az, hogy én 15 évvel ezelőtt Bándra költöztem, az nagyban meghatározta azt, hogy én a Balatonhoz közel akartam lenni. Úgyhogy én voltaképpen mindig gondolkodtam abban, hogy milyen balatoni filmet lehetne csinálni. A film jelene az téli Balatonnál játszódik, vagy késő téli Balaton, amikor kihalt minden. Pont ez az, hogy itt bolyonganak a főhőseink, egy teljesen kihalt helyszínen. De a természet szépségei persze itt is megvannak, csak akkor mondjuk ebben az évszakban szerintem nem annyira gicsesek, mondjuk így, hogy gicses. Elképesztő felvételeket készítettünk, mindig mondtuk, hogy képeslap, képeslap, hogy most ez baj, hogy képeslap, szerintem nem baj, felvállaljuk, hogy képeslap, mert a szépséget is meg akarjuk mutatni. tehát nagyon szép, nagyon szeretjük, és ezt megmutatjuk ettől függetlenül, hogy amellett egy dráma zajlik, ami talán egy ellensúlyozza a szépséget, tehát nem lesz egy romant, nem, ez, nem, ez nem egy romantikus történet, hanem ez egy kemény dráma. Nézzék, németek. Nem német ez, ez magyar. Búvári Tamás korábbi játékfilmjei, A Szeret Föld és A Magdolna is háborús helyzetben játszódik. Az utóbbi főhőse a szinte szent életű Bódi Mária Magdolna, aki Szigligeten született és 23 éves korában lőtték le az oroszok litéren. Jelenleg már folyik a boldoggá avatása a Vatikánban. A háború meg a szenvedés, ha felmerül, akkor én a nagyszüleimre tudok gondolni, mert, mert mindkét nagyszülővel nagyon jó kapcsolatom volt, sokáig éltek, hál' Istennek, én sokat voltam velük, és mindig rengeteget meséltek. Hát, a, hát ugye ez a korosztály, a nagyszüleink, akik a háborút, 56-ot megélték, kommunista diktatúra, padlássöprés, Ez hát csak szenvedésről tudtak mesélni, úgymond, így történelmileg. Tehát mindig csak a negatívumok, meg a, a, ez a nyomorúság, ami lejött. Ettől függetlenül az ember boldog embernek látta őket, így gyerekként. Tehát itt 80 fölött itt boldogan metszegette a fákat a nagyapám, és örült az életnek, annak ellenére, hogy ez megtörtént vele. Tehát azt gondolom, hogy ott értek engem olyan töltetek, hogy, hogy, hogy így a szociálisan érzékenyek, és így az elnyomottak, vagy a, a nehéz sorsok újra, iránt ö, f, több figyelmet fordítok, vagy hogy őket így a középpontba állítom. Buvári Tamás új, friss arcokat fedez fel a filmjeiben, színészeit nem látjuk a napi sorozatokban, ugyanakkor az alkotói stáb nagy része állandó. Én azért figyelemmel kísérem a, a, a színészeket, a 20 éve körülbelül, amióta filmet csinálok, és, és, sosem a legfelkapottabb, legnagyobb sztárokkal szerettem volna forgatni, nem azért, mert csak hogy egyszerűen nem annyira tetszett az, hogy minden filmben, ugye ő vissza, van egy-kettő ilyen, szereplő, hanem, hanem akik úgy ritkábban jelennek meg, de nagyon, nagyon sugárzóak és nagyon jó színészek. Olyanokat választottam szerintem a Magdolnában is, és a, itt a Tüleményesben is a, ilyen szereplők vannak. Vannak budapesti szakemberek, akik, akik ilyenkor a stábot alkotják. Vannak olyanok, akik helyben élnek, és ők is vannak olyan szakmai színvonalon, hogy részt tudnak venni de, de hát szükség van a, a, Budapesten élő kollégákról. Jancsó Miki bácsi mondta, hogy a filmrendező semmihez nem ér, csak egyhez, hogy hogyan tudja kihasználni mások tehetségét. Tehát, hogyha így vesszük, akkor ahhoz kell, ahhoz kell tehetség, hogy te ki tud használni a mások tehetségét. Mi, mindenki nagyon kell hozzá. Tehát mindenki nagyon kell hozzá. Színész, operatőr, díszletjelmez, jelmez, hangkulisz, a zeneszerző, mindenki nagyon kell hozzá, de de te döntesz, te a felelősség, és mindenben te, neked kell dönteni. Nyitottnak kell lenned. Hát igen, vannak különböző rendezők, hogy nagyon az ő akaratát mindenben azt gondolja, hogy ő, ő mindent jó, lát minden területen, ő tudja legjobban, hogy milyen színű legyen az a kosztüm, meg hogy milyen zene kell ide pontosan. De van, van olyan is, aki, aki egy kicsit jobban rábízza a, a szakterületek vezetőire és akkor ugye abból így meghallgatja, hogy ők mit mondanak, és akkor azt így összekoordinálja. 529. Korokat a kar. Dobra csúsz egy picit, most Zoli még egy picit, még, 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 jó. Nem gondolom, hogy én ilyen autokrata rendező lennék, úgyhogy én mindenkinek a véleményét szívesen meghallgatom, veszem, be, beépítem, és sakkozok magamban, hogy hogy mely, melyik az, ami az én világomat az erősíti, meg meg tudja még, még jobbá tudja tenni, úgymond. A kis 20 millióba kerülő balatoni filmet Buvári Tamás szeretné közösségi támogatásból elkészíteni. Ezt fontosnak tartottam eddig is a Magdolnánál, és most is a tüneményes Utazásnál, ami, ami hát egy ilyen balatoni film hogy, hogy ez, ez, hogy ez egy ilyen helyi kezdeményezés, ez valahogy működni tudjon így a finanszírozásban is. Tehát, hogy a helyi cégek úgy érezzék, hogy jó, vagyunk annyira a lokálpatrióták, hogy, hogy egy ilyen helyi filmet, amit a helyiek készítenek, és ráadásul helyi témában, helyi helyszínen, akkor azt támogassuk. És akkor, hát ugye erre szép példa volt a, a Magdolna, mert ugye ő Szigligeten született, a Káli-medencében élt, Fűzfőn dolgozott, Litér rá, Veszprém stúdió készítette. Tehát így szinte így az egész régióban így ez, ez meg tudott mozdulni, sok helyen forgattunk, és a Balatoni filmben szintén így van, hogy én hiszek abban, hogy a, akiknek fontos a Balaton, meg hogy a Balaton még jobban a köztudatba kerüljön, bár elég jó ott van nyilván, csak mondjuk hát másképpen, akkor azok esetleg támogassák a filmet szerint. Én, én vagy hogy támogatni fogják, én ebben bízok. Meg az is a tapasztalat, mert kapunk támogatást. Áprilisban még tart a forgatás, találkozhatunk itt a stábbal. Nagyon jó helyszíneken forgattunk eddig, izgalmas a, a kompon, az azt nekem nagyon fontos szívügyem volt a kompon forgatni, meg mind a két kikötőben. Campingben, hotelben, parton, nádasban, strandon, vasúton, kilátónál, még ilyen vitorlási kötökben véletlenül látnak minket, akkor azok mi vagyunk. A Balatonnál játszódó játékfilm a tüneményes utazás jövő márciusra készül el. A fesztiválokon már vetíteni fogják.